Ovisok, óvodapedagógusok és szülők gyülekeztek az Ovi udvarán, hogy együtt tűzzék el a telet. A programon busóállarcot öltöttek magukra az óvodapedagógusok és a kicsik is, így együtt búcsúztak a téltől. A hagyományokhoz híven idén is megrendezték a farsangi időszak és tél végét jelző télbúcsúztató ünnepséget a Napsugár tagóvodában február 15-én. Az eseményen vidám dalok, versek és mondókák mellett ismerkedhettek az apróságok a farsangi népszokásokkal, úgy mint például a kiszebáb égetés. Az óvodások már nagyon várják a jó időt, a meleget, így ezt a régi télőző néphagyományt elevenítették fel céljuk eléréséhez. A kiszebáb égetésekor a gyerekek zajkeltő szerszámokkal, kereplővel, csörgővel, dobbal kísérve télűző rigmusokat kántáltak. Mint azt érdeklődésünkre siető Kata óvodapedagógus elmondta, a program célja az, hogy az óvodások már most megismerjék a néphagyományokat, népszokásokat, hiszen a Napsugár tagóvoda kiemelt hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására, és arra, hogy átadják azokat a kicsiknek is. A hagyományőrzés terén most ebben az időszakban a farsangolás, illetve a télűzés a témánk. Ennek kapcsán tartjuk a mai napon a télűző rendezvényünket. Az elmúlt napokban ehhez a gyerekekkel maszkokat, busómaszkokat gyártottunk, illetve minden csoportnak készült egy-egy kiszebábja, ami majd itt a rendezvényen elégetésre kerül. Ez pedig már az Ádám Jenő tagiskola aulája, ahol a kazincbarcikai óvodások díszes ruhákba bújva emlékeznek meg a legkedvesebb hagyományról, a farsangról. Idén a sort február 2-án a Napsugár tagóvoda kicsinyei nyitották, őket 7-én a Sajó Ivánkai tagóvoda, 12-én a Százszor Szép tagóvoda, 16-án a Székhely óvoda, a Mesevár tagóvoda, az Esztállánc tagóvoda, valamint a Zöld Titkok kastély tagóvoda követte, majd utolsóként 28-án a Füzike tagóvodásai viselnek majd állarcot.